Csatornám támogatja a tápjegnagyker.hu. Top 3 legjobb genetikával rendelkező testépítő. Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és mostani alkalommal az általam vélt top 3 legjobb genetikával rendelkező testépítőt hoztam, de vágjunk is bele, 3-tól fogok szépen az első számúig menni. Harmadik. Dexter Jackson. Lassan 50 éves a pali, és 19-szer vett részt a Mr. Olympia versenyen. Ő az, aki mindegyik testépítő címet megnyerte, megszerezte, és ő nyerte a legtöbb Arnold Classic címet is. 2008-ban lett Mr. Olympia, 2012-ben pedig a Masters Mr. Olympia címet szerezte meg. 2012-től a rajongók meg a többi testépítő arra számított, hogy majd visszavonul, de ez nem így lett, ugyanis 2014-ben, amikor indult a Mr. Olympián, 5. lett, és azt hinni az ember, hogy akkor már fog lefelé csúszni, de nem. 2015-ben pedig 2. lett. Nem semmi, hogy ennyi idősen, ennyi izmot tudott megtartani, nagyon sok testépítővel ellentétben. És nem is az, hogy megtartani, hanem még ráépíteni, és tovább versenyezni, és mondhatni, hogy a mai napig a csávó a Mr. Olympia színpadán egy veszélyt jelent a többi Mr. Olympia versenyzőnek, mert hiába idősödik ki a csávó, vagy már igazából már rég kiöregedett a testépítésből, mondhatni, valahogy még mégis veszélyt jelent, mert olyan genetikai adottsággal rendelkezik, olyan izomformája és izomtapadási pontja van, olyan szárassággal és izomtömeggel áll a színpadra, mint nagyon kevesen. Mondhatni, hogy ilyen korban senki. Másodikunk. Phil Heath. Nem hiába hívják Phil Heath-et a giftnek, azaz az ajándéknak, de most az ajándékot nem a szörtelen testére értik, hanem igazából a genetikájára, a genetikája az ajándék, ugyanis hihetetlen jó genetikája van, és ennek köszönhetően hatalmas izomtömeget tudott felépíteni, elég rövid időn belül. Mielőtt a testépítő pályafutásával belekezdett, már akkor is lehetett látni, amikor kosárlabdázott, hogy széles volt a csávónak a válla, szálkás volt és izmos volt, tehát már akkor lehetett látni, hogy jó genetikája lesz a testépítéshez. Igaz, azóta már kijött neki is ez a bubble gut, ez a kitöremkedő gyomor, de akárhogy is nézzük, 7-szer nyert Mr. Olympia címet, ami azért mond valamit, úgyhogy Phil Heath-nek van a testépítésben az egyik legjobb háta és karja, úgyhogy szerintem ő egy fantasztikus testépítő. Viszont menjünk is az első helyezésre. Első helyezés pedig, na ki lesz az? Tippeltek-e? Na ki? Ronnie Coleman. Így van. A 8-szoros Mr. Olympia Ronnie Coleman. Ennek a csávónak a testalkata szó szerint állati volt. Masszív volt, hatalmas, izomtömeggel, száraz volt, mint aki más bolygóról jött volna. Csávó 135 kilósan állt a színpadra, versenykondícióban, tehát versenyformában, hihetetlen szárassággal, és nincs olyan testépítő, aki hozzá hasonló testsúlyba állt volna a színpadra, hozzá hasonló szárassággal, úgyhogy mondhatni, hogy senki sem volt hozzá hasonló súlyban és szárasságban. Úgyhogy Ronnie Coleman fénykorában picsát rúgott. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó és informatívnak gondoltátok, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjatok rá egy lájkot, osszátok meg és kommenteljetek. Írjátok a kommentben, hogy mit gondoltok, szerintetek kinek volt a legjobb genetikája, nektek ki a kedvenc testépítőtök, és ahogy tudok majd reagálok rá. Ha személyre szabott edzéstervet vagy étkezési tervet szeretnétek, akkor látogassatok el az aramtaliprofizik.hu weboldalamra, ott van kezdő, középhaladó és haladó program, 6-7-es, 12-7-es és 18-7-es programok is, az áraimat és minden egyéb más információt megtaláltok a weboldalomon. Ne felejtsetek el követni az Instagramomon, Aramtari Profizika nevem, hogy láthassátok posztjaimat, akcióimat edzéstervekre és étkezési tervekre is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel még több hasonló videóért. Peace!